Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, leborulunk előtted, mint ahogy a mennyei seregek is leborulnak előtted, és dicsőítenek téged. Köszönjük, hogy te vagy az a győztes, aki legyőzted az ellenséget, aki nyilvánvalóvá tetted a sátán szándékait, és aki a kereszten meghaltál értünk. És aki most is azért jöttél el ide, hogy megszabadíts bennünket a magunk kötelékeiből, nehézségeiből, mindattól, ami fogva tart. Köszönjük, hogy hozzád fohászkodhatunk, legyen jelen a te szent lelked, tolmácsolja a te igédet, munkálkodj bennünk, kérünk. Amen. Örülök annak, hogy végre egyszer nem nagyon kötött az idő, és ilyenkor nyáron meg különösen jó az, hogyha az ember egy kicsit hosszabban olvashatja az igét, és nem kényszerül arra, hogy nézze folyamatosan az órát, hogy mi mennyi. Úgyhogy elnézést kérek, de lesznek hosszabb ige szakaszok, amiket fel fogok olvasni, általában inkább a történetek elején, de talán a végére mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy miért is történik ez. A mai igénk az 1 Mózes 27-ből szól, hallgassátok. Amikor Izsák megöregedett és szeme annyira meghomályosodott, hogy nem látott, szólított a nagyobbik fiát Ézsaut, és ezt mondta neki. Fiam, ő így felelt neki, itt vagyok. Izsák pedig ezt mondta. Íme megöregedtem, nem tudom halálom napját. Most tehát kérlek, vedd fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre és ejts nekem vadat. Csinálj kedvem szerint való ételt, és hozd el nekem, hogy egyem, hogy megáldjon téged az én lelkem, mielőtt meghalok. Rebeka pedig meghallotta, amit Izsák fiának, Ézsaunak mondott. Amint elment Ézsau a mezőre, hogy vadat ejtsen és hozzon haza, így szólt Rebeka Jákobnak, az ő fiának. Íme hallottam, hogy atyád így szólt bátyádnak, Ézsaunak. Hozz nekem vadat, és csinálj nekem kedvem szerint való ételt, hogy egyem, és megáldjalak téged az Úr előtt, mielőtt meghalok. Most azért, fiam, hallgass szavamra, amit parancsolok neked. Menj el, kérlek, a nyájhoz, és hozz nekem onnan két kecskegödőjét a javából, hogy azokból atyádnak kedve szerint való ételt csináljak, amint ő szereti. Te pedig beviszed atyádnak, hogy egyék azért, hogy téged áldjon meg, mielőtt meghal. Jákob pedig ezt felelte anyjának, Rebekának. Csak hogy az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima bőrű vagyok. Ne talán megtapogat engem atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkot, és nem áldást hozok magamra. Erre ezt mondta neki az anyja. Reám szálljon az átok, fiam. Csak hallgass a szavamra, menj és hozd el nekem a gödőjéket. Elment tehát, elhozta, és bevitte anyjának. Anyja pedig elkészítette az ételt, ahogy atya szerette. Majd fogta Rebeka nagyobbik fiának, Ézsaunak a drága ruháit, melyek őnála otthon voltak, és felöltöztette abba Jákobot, a kisebbik fiát. A kecskegödőjék bőrével pedig beborította kezeit és nyakának simaságát. Az elkészített ételt pedig kenyével együtt a kezébe adta fiának, Jákobnak. Ő pedig bement atyához és megszólította. Atyám! Ő azt mondta, én hol vagyok? Ki vagy te, fiam? Jákob azt felelte atyának, én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted. Aképp cselekedtem, amint parancsoltad, kelj fel, kérlek, ülj le, és egyél a vadászsákmányomból, hogy megáldjon engem a te lelked. Erre azt mondta Izsák a fiának, hogy lehet az, hogy ilyen hamar találtál vadat, fiam? Ő ezt felelte, mert az Úr a te Istenet hozta elém. Ezt mondta akkor Izsák Jákobnak, jöjj közelebb, kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy nem? Oda ment tehát Jákob Izsákhoz, atyához, aki megtapogatta, és ezt mondta, a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. És nem ismerte föl, mivel kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak, az ő bátyjának kezei, ezért megáldotta őt. De megkérdezte, te vagy az Ézsau fiam? Ő pedig így felelt, én vagyok. Izsák akkor ezt mondta, hozd ide, hadd egyem a fiam vadászatából, hogy megáldjon téged a lelkem.
Oda vitte neki, ő evett, majd bort is vitt neki, és ivott. Akkor azt mondta neki Izsák az atya, jöjj közelebb, fiam, és csókolj meg. Oda ment azért, és megcsókolta. Megérezve ruhái illatát, megáldotta őt, mondván, lám, az én fiam illata olyan, mint a mező illata, melyet megáldott az Úr. Adjon azért Isten neked az ég harmatából, a föld kövérségéből, gabonát és bort bőven. Népek szolgáljanak neked, és nemzetségek hajoljanak meg előtted. Légy Úr testvéreiden, hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai. Átkozott, aki téged átkoz. Áldott legyen, aki téged áld. Amint elvégezte Izsák Jákob megáldását, épp csak, hogy kiment atya Izsák színe elől, bátyja Ézsau is megjött a vadászatból. Ő is készített ételt, atya elé vitte, és ezt mondta neki, keljen fel az én atyám, és egyék fia vadász zsákmányából, hogy megáldjon engem a lelke. De atya Izsák ezt mondta neki, ki vagy te? Ő pedig így felelt, én vagyok a te elsőszülött fiad Ézsau. Akkor Izsák megrémült, nagyon megrendült, és ezt mondta, ki volt hát az, aki vadat fogott, behozta nekem, én mindenből ettem, mielőtt te megjöttél, és megáldottam őt, és áldott is lesz. Amint hallotta Ézsó atya beszédét, nagy és igen keserves kiáltással felkiáltott és kérte atyát, áldj meg engem is, atyám! Ő pedig ezt mondta, öcséd jött be álnokul, és ő vette el a te áldásodat. Ézsó pedig így szólt, nem méltán hívják-e Jákobnak, immár két tízben csalt meg engem, elvette elsőszülöttségemet, most pedig áldásomat vette el, majd ezt mondta, nem tartottál-e nekem is valami áldást? Izsák így felelt Ézsaunak, íme uraddá tettem őt, és minden testvérét szolgául adtam neki, gabonával és borral is elláttam, mit tegyek azért immár veled, fiam? Ézsau erre ezt mondta atyának, hát csak egy áldásod van, atyám, áld meg engem is, atyám, és fennhangon sírt. Így felelt neki atya Izsák. Íme a kövérföldtől távol lesz lakásod, és nem lesz részed az ég harmatjából onnan felül. Fegyveredből élsz, öcsédet szolgálod. De eljön az az idő, hogy ellene támadsz, és letöröd igáját nyakadról. Meggyűlölte azért Ézsó Jákobot az áldásért, melyel atya megáldotta őt, és ezt mondta szívében, közelednek az én atyámért való gyásznapjai, és akkor megölöm öcsémet, Jákobot. Mikor pedig hírül vitték Rebekának, nagyobbik fiának, Ézsónak beszédeit, magához hívatta kisebbik fiát, Jákobot, és ezt mondta neki, íme bátyád Ézsó azzal fenyeget, hogy megöl téged. Most azért, fiam, hallgass szavamra! Kelj fel és fuss lábánhoz, bátyámhoz hárába. Maradj nála egy kevés ideig, míg bátyád haragja elmúlik. Míg elfordul haragja rólad, és elfelejtkezik arról, amit elkövettél rajta. Akkor elküldök érted, meg mindkettőtök. Miért hoztatnám meg mindkettőtöktől egy napon? Izsáknak pedig ezt mondta Rebeka. Belefáradtam az életbe a hettita a leányok miatt. Ha Jákob is a hettita a leányok közül vesz feleséget, ennek az országnak a lakói közül valót, minek nekem az élet? Ez a történet nagyon mély bepillantást ad egy ókori családnak az életébe, akinek az életmódja tőlünk ugyan távol áll, de meggyőződésem, hogy a család belső problémái azok újra és újra termelődnek, és mi sem küzdünk sokszor mással, mint ezekhez hasonló problémákkal. És egy különös apropója is van ennek, mégpedig az, hogy egy olyan igét választottam, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, ami egy kicsit ennek a házaspári hétvégének lehetne részemről a mottója. És ebből most az első részt nézzük meg, az elhagyást, mert én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyen meg ez a fajta elhagyás, amit Isten igéje mond.
Meg kell vallanom, hogy nem a kedvenc szereplője a Bibliának számomra Jákob, de ez a történet azért nagyon tanulságos, mert viszonylag kis időt bekövetkeztével, vagy viszonylag áttekinthető részben látható az, hogy nem is egy elhagyás volt az életében, hanem több. Most, amit felolvastam, ez az első elhagyás volt, az első családi elhagyás. És tudjuk, hogy egy olyan családból származik, illetve ott nőtt fel, ahol az ősök is rávehetőek voltak arra, hogy elhagyják az eredeti környezetüket. Hogy mire gondolok itt? Az elhagyás, amiről mi most egy kicsit fogunk beszélni, az a család elhagyása, de nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, amikor a lakóhelyünket kell, a hazánkat, vagy bármi olyan területet elhagyni, vagy olyan dolgát az életünknek, amelyik valami újjal kecsegtet, egy bizonytalanba kell elindulnunk, és nem látjuk előre a dolgokat, és nem tarthatjuk a kezünkbe ezeket. És ennek a megértésében ez a történet azt gondolom, hogy nagyon jó, hiszen már az ő nagyapja is elhagyta annak idején az akkori legkorszerűbb, legnagyobb város Túr-Kasdimot, és így jutott el Háránba, és tudjuk jól, hogy Ábrahám végül is ott már Isten szavára indul el, ő is elhagyja Úr-Kasdimot, és elindul az ígéret földje felé. És itt most az unokáiról van szó Ábrahámnak ebben a történetben. Lássuk azt, hogy hogyan működött az ő családjukban, hogyan működött ezen az új helyen ez az élet. Azt mondtam, hogy Jákobnak az az első fészek elhagyása, ez egy botrányos dolog. És ehhez azért az tudnunk kell azt, hogy ennek a családnak mi volt az előzménye. Nagyon megnyerő az, amikor az ige arról beszél, hogy Jákobnak az apja, Izsák egy kegyes ember volt, aki az Isten tiszteletet az életében fontos dolognak tartotta. Amikor elég tárja az ige, hogy megérkezik Rebekkával az a szolga, akit az apja elküldött, hogy feleséget találjon neki, és éppen itt meg is emlékezik erről a bizonyos Lábán családjáról, akik Háránban laknak, akkor ő a pusztában éppen imádkozott, és akkor száll le Rebeka, és így ismeri meg őt, elfátyolozva, oda megy hozzá. Aztán a későbbiekben elénk tárja az ige úgy ezt az Izsákot, aki imádkozott hosszú ideig, hogy a felesége, aki meddő volt, gyermeket fogadja. És ez nekem nagyon tetszik, hogy egy férfi, akire egyébként egy óriási gazdaság van bízva, gazdag, bölcsen cselekszi a dolgokat, egy istenfélő ember, akinek a cselekedeteiből, meg a dolgaiból visszatükröződik ez. Ugyanakkor láthatjuk, hogy vannak a családon belül olyan feszültségek, amik nem férnek össze ezzel a fajta kegyes emberséggel. És mi is olyanok vagyunk, hogy eljárunk a templomba, hangosan hordítjuk az énekeket, még hangosan imádkozunk is, de közben nem veszük észre, hogy a háttérben ott vannak olyan dolgok, amelyek másokat is megbotránkoztatnak, de amelyek terheink. Az egyik az, ami nagyon sokat mond ebben a történetben, hogy Izsák és Rebeka hogyan kommunikál egymással, hogyan beszélgetnek. Egyáltalán az a dolog, hogy Izsáknak eszébe jut, hogy hát ő már elég öreg, tényleg 20 évvel idősebb, mint Rebeka. És ezért úgy gondolja, hogy itt az ideje, hogy gondoskodjon a hátralevőkről. De hogyan teszi ezt? És akkor itt kiderül, hogy itt bizony egy alapos különbség van a két fiú között. Hogy lehet az ember két édes gyereke között különbsége? Ráadásul ikrek, akik egyszerre születnek meg, egyszerre nőnek föl, ugyanabban a családban, ugyanazt látják, és így tovább. Miért kell az, hogy ilyen különbség legyen? És kiderül, hogy az egyikük az apjának tetszik, a másik meg az anyjának tetszik. És az a megosztottság jelen van az életükben. Meghatározza a mindennapjaikat. Hogy történhet ez? Az ember megérti, hogy mi az, ami tetszik Izsáknak. Látható, hogy egy kicsit ínyenc volt az öreg. A szerette a vathúst. Azt hagyján, de azért szerette a fiát, mert ez egy nagyon talpra esett legény volt. Ez kimert menni a mezőre, megküzdött a vadakkal, jól használta az íját,
le tudta teríteni, el tudta készíteni, szóval minden működött úgy, ahogy kellett. És hát be kell vallani, hogy voltak olyan tulajdonságai, ami alapján azt lehet mondani, hogy hát megértjük, hogy Izsáknak ez tetszik. Még akkor is, hogyha nem szép dolog, hogy mellette ez az anyámasszony katonájának tűnő, folyton az anya szoknyája körül sertepert élő Jákob, az egy sokkal kevésbé szimpatikus számára, de azért nem jó az, hogy különbséget tesznek a fiúk között. Ami engem mellbevágott nagyon, és itt az előbb a kommunikációról beszéltem, hogy ez tulajdonképpen Izsáknak és Ézsaunak a magán üzlete. Izsák mond valamit Ézsaunak, menjél el és hozzál nekem vadat, és részletesen elmondja, hogy miért is gondolt erre. És ez a fickó kapható volt bármikor arra, hogy elmenjen egy kicsit vadászni, és el is indul. Igen ám, csak hogy úgy tűnik, hogy Rebeka egyik erőssége az, hogy a füle az jól működik. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen asszonyi dolog, hogy az asszonyok füle félig meddig mindig ott van, ahol nem kéne ott is. És ebből összerakják azokat a dolgokat, amiket viszont ők fontosnak tartanak, és ő azonnal intézkedik. És itt tulajdonképpen ebbe a szitúba csöppenünk bele, amit most az előbb felolvastam, hogy ő neki azonnal voltak tervei arra, hogy hogyan kell ezt a helyzetet megoldani. Hiszen ő neki gondoskodnia kell erről a fiúról már, mint Jákobról. És azt gondolom, hogy ez a mindenkori anyának a feladata, hogy menedzselje azokat, akik gyengébbnek látszanak. Itt ma reggel hallottam beszélgetést arról, hogy valaki, aki gyermekeket nevel, milyen erőfeszítéseket tesznek, és hogyan próbálja a legkisebbet, a legesendőbbet, a legesendőbbet. Én azt gondolom, hogy minden anyára jellemző ez. De ami ezután következik, ennek a történetnek a mélységét, ha értjük, hogy lehet az, hogy egy házaspár között annyira megromlik a viszony, hogy gyakorlatilag mindenféle erkölcsi megfontolás nélkül viszi keresztül a tervét. Kitalálja ezt, hogy hogyan lehet átverni az egyébként már megvakuló félben levő öreg embert. Csak azért, hogy elérje azt a célt, amit ő helyesnek gondol. És tudhatjuk, hogy tulajdonképpen nem akar ő rosszat, miből is ezt a részét nem olvastam fel, de amikor az ikrek Rebekának a méhében tusakodtak, és Rebeka egyfajta halálos félelemben volt a terhessége idején, akkor Istenhez fohászkodott, és Isten neki jelentette ki azt, hogy ikrek vannak a méhedben, és hozzátett még egy mondatot, hogy a kisebbiknek fog szolgálni a nagyobbik, és nagyon meg fogom áldani őt. És úgy érezzük, hogy Rebeka tulajdonképpen egy jó dolognak akar érvényt szerezni, de ezekkel az eszközökkel? Átverni a vakot. Igaz, hogy ekkor még nem volt a törvény, amelyik kifejezetten mondja, hogy a vaknak gáncsot neves, a siketet füle hajlatára ne szidalmazd. De azért mégis nagyon elgondolkodtató, és ami még itt benne van ebben a pakliban, hogy mikor elmondja a fiának, hogy tedd ezt, meg azt, meg amazt, hogy végére járjunk ennek a dolognak, akkor Jákobban egy szó nincs arról, hogy de hát, hogy jövünk mi ehhez? Nem az merül föl benne, hogy ez erkölcstelen, hanem hogy de mi van akkor, ha kiderül? Mert hogy van azért benne önismeret, hát én kopasz bőrű vagyok, meg látom, hogy a bátyám milyen, és ha kiderül, akkor átfot vonok magamra. Tehát egy nagyon is két lábbal a földön álló fickó ez, annak ellenére, hogy folyton az anya szoknyája körül sertepertél. De erre az anya azt mondja, hogy rajtam legyen az átok. És itt eszünkbe juthat az az ige, amit Jézusnak a keresztre feszítésekor kiabáltak, és Barabást választották mindenképpen, hogy sajnos mi a szívünknél fogva ilyenek vagyunk. Barabást választjuk, és hogyha azt szembesítenek bennünket, hogy a vérünk rajtunk lesz, mi akkor is kitartunk a rossz döntés mellett. És azt gondolom, hogy itt is valahol vérről van szó, még hogyha ez nem is látszik, de utána nagyon-nagyon
keserves lesz ez a helyzet. Abból is látjuk, hogy reális volt, hogy amikor a történetet olvassuk, látható, hogy be is jönnek Jákobnak a dolgai. Az apja tényleg gyanút fog, hogy már valami nem stimmel, mert ez a hang ez olyan, mint Jákobé. Nem elég férfias, nem elég reket, nem tudom én. Nem cigis, stb. Most mindenkinek bele helyettesíteni a dolgokat. De mégis keresztül megy a dolog. És akkor az ember azt várná, hogy hurrá, megoldódik. De testvérek, egy ilyen emberi terv nem oldja meg a belső feszültségeket egy családon belül. Bármennyire is úgy tűnik, hogy az Isten dolgait szeretnénk képviselni, az Isten dolgait szeretnénk véghez vinni, ez csak növeli a feszültséget, olyanná válik az egész család, mint egy kukta, amelyik alatt elfelejtették kikapcsolni a gázt, és már minden úgy jön belőle a gőz, és nem sokára széllyel fogja vetni ezt az egészet. Ugyanakkor megható az, ahogyan ez az apja által nagyra becsült gyerek, amikor megérkezik a vállán a vaddal, akkor ez a fickó, aki egyébként a legtalpra esettebb, aki kiváló, ott szokok. Talán még soha nem látták sírni őt. De azért emlékezzünk vissza arra, amikor ő ezt az első szülöttségi jogot tulajdonképpen át transportálja az öccsére. Ott elhangzik néhány mondat, amelyik nagyon beszél, nagyon jól visszatükrözi azt, hogy ő hogyan gondolkodik ezekről a dolgokról. Ott azt mondja az öccsének, haláléhesen jön a mezőről, hogy adja nekem ebből az ételből, ami itt van, és akkor Jákobnak azonnal bekattam, hogy na, akkor most megvásárolom az első szülöttségi jogot, szóbeli megállapodás, akkor még érvényes volt, ma hiába van papírod róla, nem tudod keresztül vinni, hiába kötöttél megállapodást. Azt mondja erre az egyik fiú a másiknak, mármint hogy Ézsau Jákobnak, hogy minek nekem az első szülöttségi jog, hogyha én egész nap életveszélyben vagyok, fáradozom, harcolok, és így tovább. Nincs nekem időm arra. És ez bennem úgy szöget ütött, hogy miért van az, hogy ez a fickó egyfolytában életveszélyben van? Miért van az, hogy ő neki mindig ez az érzése, hogy ő harcban áll? Minek neki az első szülöttségi jog? És rá kellett döbbennem, hogy mindig voltak ilyen fickók, akik adrenalin függők, akik fölmennek a 90 méter magas daru tetejére, és ott kézen állnak, akik kerékpárra szállnak, és a hegygerincen végig zakatolnak a kerékpárjukkal, és 40 méteres völgyekbe zuhannak vele, és kihívják az Isten kegyelmét maguk ellen. Ézsau is egy ilyen hormonfüggő volt, akinek a mindennapjaihoz hozzátartozott ez. És ezt a fajta életmódot élte ő, ahol nincsen jövő, ahol nincsen másnap. Az a lényeg, hogy az aznapi adag meglegyen. Az összes függőség ezen működik. Az aznapi adag legyen meg, és nincsen holnapja. Ő nem gondolkodik azon, hogy számára mit jelent a jövő, mit jelent az első szövetségi jog. Szemben Jákobbal, akinek viszont nagyon fontos volt az atyák áldása. És ma is hányan vannak közöttünk, akik így adrenalin függők, és ilyen módon élik az életüket. Aztán látjuk a történet további részében, hogy igen, a kukta már majdnem felrobban, és mindenki számára nyilvánvaló, de a leglényegesebb azért megint csak Ézsau szájából hangzik el, aki valahol elpöttyenti, hogy na, ha meghal az apám, akkor elteszem lába alól az öcsének. És megint a nagyon jól működő anyai fülekre talál ez a szó. Jellemző egyébként megint a kommunikációra, figyeljétek meg, nem azt mondja, hogy én biztonságban akarom helyezni a fiamat és küldjed el, mert hogy apai áldás és apai engedély nélkül nem mehetett el az a fiú otthonról.
mire hivatkozik? Hogy a hettita lányok, akiket a te kedvenced, az Ézsa idehozott a házhoz, azok megkeserítik a szívemet, megkeserítik az életemet, nem tudok velük együtt élni, minden nap bosszantanak. Na azért kell megkeseredni, és én nem akarom, hogy az én fiamnak is ilyen felesége legyen. És hát mit tehet? Szegény Izsák beleegyezik, hogy elmenjen a fiú, és átérzi ennek a feszültségét. Talán jobb, hogyha kikapcsoljuk Jákobot ebből az egész cirkuszból, mert még valami nagyobb baj lesz. Az anya pedig nagyon logikusan gondolkodik, mert a vérbosszúnak a törvénye az ezekben a körülmények között is ott volt, és bizony, hogyha a testvérét meggyilkolja Ézsau, akkor őt is valaki megtalálhatja ölni, azért, hogy érvényt szerezzen a Jákob lábbalól való elterésének. Úgyhogy ilyen módon úgy tűnik, hogy átmenetileg megoldódik ez a kérdés, bár tudjuk, hogy akkor, amikor Jákobot elbocsátja Izsák és megáldja, Ézsau még akkor is bosszankodik azon, hogy most mit kell ezen még áldani. Hát már mindent megkapott, de azért mindenki boldog abban az értelemben, hogy végre a legfőbb bajkeverő elmegy otthonról, és úgy tűnik, hogy ezzel egy olyan helyzet jön létre, ami már a továbbiakban kezelhetővé válik. Azt mondtam, hogy ez egy gazdag család. El tudtok ti képzelni olyat, hogy a gyereketeket úgy engeditek egy távolba, hogy semmi kézzelfoghatót nem adtok neki. Még akkor is, hogyha ismerőshöz megy. És engem megdöbbent, hogy üres kézzel engedi el az apja. Amikor az első éjszakáját ott tölti a pusztában, és egy követ tesz a feje alá, akkor csak a kis motyókája van, meg a botja, amivel megy az úton. Erre vissza is emlékszik Jákob, amikor visszahozza őt, akkor már 11 gyerekkel, és ki tudja, hogy milyen nagy gazdagsággal Lábántól. Nagyon elgondolkodtató ez, hogy mi hogyan viszonyulunk a gyerekeinkhez. Én nem mondom azt, hogy mindenkit ki kell stafíroznunk lakással, kocsival, akármivel, de hogy milyen gondolataink vannak a gyerekeink eleresztésével kapcsolatban. És senkinek nem kívánom, hogy egy ilyen szituáció előálljon, vagy ehhez hasonló, amikor egy gyereknek menekülnie kell otthonról, mert ez tulajdonképpen egy halálos fenyegetés. Hanem legyen meg annak a módja, hogy együtt tudunk fölkészülni egy esküvőre, együtt tudunk ünnepelni azokkal, akik nekünk fontosak, és nem kell üres kézzel elengednünk. Lehet, hogy nem vagyunk tehetősek, és lehet, hogy csak egy diszkrét bankbetét, amit a kezébe tudunk adni, ami éppen nem elég arra, hogy önálló egzisztenciát kezdjen, de talán az első kezdésnek nagyon jó. De az legyen a házaspár közös döntése. Legyen egy közösen megszerzett érték. És lássa, és érezze át az a gyerek, hogy továbbra is nyitva van a házunk, minden dolgotokat, hogyha szükségetek van, mi megosztjuk, és így tovább. Jákob ebből semmit nem érzett. Elvileg kilöngték tulajdonképpen ebből a dologból, na vajon megállja a helyét. Az a gyerek, aki egyébként sosem ment ki, tehát mindig a sátor körül volt, az anya körül volt, nem volt olyan tapasztalata, mint Ézsaunak, aki a jég hátán is megért, meg lehető napokat töltött a pusztában, mire sikerült becselkésznie valamit. Ugyanakkor nagyon izgalmas, hogy itt a pusztában, ezen a kővánkoson, mikor éjszaka felébred, akkor Isten egy személyes üzenetet ad neki, és úgy jelenti ki magát, mint ahogy ezt ma már Mózessel kapcsolatban hallhattuk, hogy én vagyok a te atyáid Istene. És megismerti azokat a szavakat, amelyeket az ő atyái hallhattak Istentől. És Jákob igazából nem tud ezzel mit kezdeni, és reggel, mikor fölébred, akkor félelemmel tölti el azt, hogy de ő most az élő Istennel találkozott. Milyen félelmetes ez a hely. Én kívánom nektek, hogy ez a hely is váljon ilyen félelmetessé számotokra. És éljétek át azt, hogy Istennek személyes üzenete van hozzátok, és valami mást akar, és meg akar titeket bátorítani arra, hogy van jövőtök.
van életetek, és a gyerekeiteknek is van jövőjük, mert ő az Isten, ő ígérte meg, és be fogja teljesíteni az ígéreteit, ahogy aztán Jákobon keresztül ezt látjuk. És nagyon jó az, hogy Jákob azért kapott valamit otthonról. Amikor ez a kijelentés odaér, ahova kell, az egyik az, hogy azonnal fölállítja azt a követ, amelyik a vánkosa volt. Hát ugye áldozati állat nincsen nála, tehát nem tud áldozatot bemutatni, de azért a sebbe való olaj ott van, és azt rátölti a tetejére. És megszenteli, hogy ez emlékeztesse őt arra, hogy az Isten itt jelent meg az ő életében. Tehát, hogy abból a kegyességből, abból az Istenhez való viszonyból, amit az apjánál, Izsáknál láttunk, ebben a fiúban megjelenik ugyanez a fajta Isten félelem. Na ez az, ami Ézsaukban nem volt jellemző. Ő nem ismerte Istent, és sosem kapott ilyen jellegű kijelentést. És azért higgyétek el, hogy egészen más útra kellni, hogy én az Istentől tudom, hogy nekem most utam van. És tudom, hogy akárhova fogok megérkezni, ez az Isten ott jelen lesz velem, és be fogja tölteni az ígéreteit. Mint ahogy látom az apámon, meg a nagyapámon, akik ugyanezen az ígéreten indultak el. És ugyan erről nem olvastam most fel igerészt, de szorosan ide kapcsolódik ennek a történetnek a folytatása. Ez a Jákob nem változott meg attól, hogy az Istennel találkozott, és ezt a követ fölszentelte. Sőt, tett egy ígéretet, hogy amennyiben őt Isten megőrzi, és visszahozza erre a földre, akkor minden jövedelmének a tizedét ennek az Istennek fogja felajánlani. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon messzire mutató, és tudjuk, hogy a mózesi törvénykönyvben elő is kerül a tizednek a része, ez az ő elhatározása, mert ez az Istennel való elköteleződésnek egy következő lépcsője. És remélhetőleg ennek érvényt is fog szerezni. Nos, ez a fiú nem változott meg ebben, mert amint megérkezik Hárán közelébe, egy kút közelébe, ahol éppen a pásztorok és a bárányok gyülekeznek, meg is érdeklődik, hogy ismerik-e az ő nagybátyját, Lábánt. És akkor mondják, hogy igen, éppen itt jön Ráhel az ő lánya a bárányokkal. És kiderül, hogy itt azért vannak sajátos szabályok, aminek eleget kellene tenni. Mikor kérdezi a lányokat, hogy hát még magasan áll a nap, miért nem itatjátok meg a bárányokat? Hát azok már ki vannak száradva, azért nem nőnek eléggé, mert nem kapnak elég vizet, és nem tudják megemészteni, amit megvehettek. Hát az nem úgy van. Majd amikor mindenkinek itt lesznek a bárányai, majd akkor fogják elgördíteni a kútról a követ. Mit csinál Jákob? Hát arra ugyan nem fogunk várni. Ő elég erős, elég nagy, neki veselkedik, arrébb tolja a követ, megitatja a bárányokat. Nem tudom ti, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha én is itt most messziről jött emberként elkezdenék intézkedni, hogy ez nem jól van itt, az nem jól van itt, azt nem oda kellett volna felakasztani. Hogy parkoltok az autótokkal, és így tovább. De ebből talán érezhető, hogy hogyan helyezt Jákob megérkezik, és elkezd intézkedni, és évszázados tradíciókat lép át. Úgy, hogy ő egy senki, senki nem tudja, hogy ez most kicsoda. És tudjuk jól, hogy Lábán is jövevény egy bizonyos fokig, hiszen egy másik városból kerültek oda. De néhány év múlva kiderül, hogy ez a Jákob nem akárki, mert Lábánnak akkora vagyona lesz néhány éven belül, hogy félnek az ott jelenlévők, mert gyakorlatilag az övé a legnagyobb vagyon. Neki szolgál a legtöbb ember, ő tartja előket, mint amikor egy városba egy messziről jött áldott ember megjelenik, megtelepít valami ipart, és néhány éven belül az egész város attól függ, fölépül az új polgármesteri hivatal, minden utcában aszfaltos út lesz, mindenkinek van munkája, már a szomszéd faluból is, meg a harmadik faluból is ide járnak dolgozni, hát valahogy így kell elképzelni az ő jelenlétét. Mert Isten megáldotta őt az ígéretének megfelelően.
És ahogy itt növekszik a vagyon, tudjuk jól, hogy az első néhány napban nem is nagyon tudnak, vagy hétben nem is tudnak nagyon mit kezdeni egymással, mert Jákob szintén a természetére jellemző, kitála, elmondja, hogy neki most otthonról el kellett jönni ezért, meg ezért, meg ezért. És akkor őt befogadják. De jó, de hát hosszabb távon ez most hogy lesz? Ugye várja, hogy majd az anyja érte küld, és akkor ő visszamehet, és akkor minden oké. De hát egy hét eltelik, nem jött hír. Eltelik egy hónap, nem jött hír. Hogy lesz ez tovább? És akkor Lábán ajánlja neki, hogy hát mondjad meg, hogy mi lesz a fizetség, mert láttam, hogy te egy szorgalmas vagy, jól csinálod a dolgokat, és így tovább. És akkor tudjuk, hogy megakadt a szeme ezen a Ráhelen, és Einsteint, őt szeretném feleségül venni. Jó, hát akkor 7 évig szolgáljál, és akkor tiéd a feleség. Ugye tudjuk, hogy minden nélkül jött el, csak a tarisznyája meg a botja volt. El is telik a 7 év. Meg is tartják az esküvőt, és reggel kiderül, hogy nem Ráhel, hanem Lea volt az, akit bevitt hozzá az apósa. És akkor Jákob állati pipa. Hogy lehet, hogy te átversz engem? Hát nem Ráhelért szolgáltalak 7 évig. És akkor szembesíti Lában, hogy nálunk nem ez a szokás. Nálunk az idősebb lányt illik először véhez adni. És hogyha nagyon kell, akkor szolgáljál még 7 évet a másik. És Isten emlékezteti őt arra, hogy ő ugyanilyen mocsok volt a saját apjával szemben, meg a bátyjával szemben. És Isten leckét ad neki abból, hogy nem lehet visszaélni ezekkel az erkölcsi dolgokkal. És ne csodálkozzunk, hogyha a gyerekeink, meg a gyerekeink gyerekei ugyanazokat a hibákat, ugyanazokat a bűnöket követik el, hogyha mi következetesen a rosszat csináljuk. Mert ők látják a titokban elszívott cigit, látják az alkoholizálást, látják a megvesztegetést, és számon kérnek bennünket, és szóvá teszik, hogy de apa, te ezt nem így tanítottad nekünk, most akkor mi van? És jó az, hogyha szóvá teszik, és ne sértődj meg rá, és járjál a tiszta úton. Mert Istennek gondja van rá, hogy szembesítsen bennünket a saját, meg a szüleik, meg a nagyszüleik hibájával. És van lehetőség arra, hogy kikecmeregjünk ebből, és ne folytassuk ott, ahol ők ezt úgy hasonlóképpen csinálták. És akkor úgy tűnik, hogy itt is konszolidálódik a helyzet, de ez nem így van. Mert Lábánnak nem érdeke az, hogy Jákobot felszabadítsa, és oké, akkor most már mind a két lányt feleségül vetted, de hát egyre szűkösebben vagyunk már, mint ami a bárányok meg az egyéb kellékek megélhetését biztosítja. Akkor mondjuk azt, hogy te elreméztened arra. Nem. Neki nagyon jó ebben, hogy Jákob mindent megcsinál a házfőről, ami kell, sosem veszik el egyetlen bárány sem, utólag majd másként fogjuk látni ezt. De Jákobnak egyre nehezebb ez, mert úgy látja, hogy mindenki arra játszik, hogy ő tulajdonképpen ezt jól csinálja, de ő változatlanul egy senkiért jött, ment, aki tulajdonképpen nem családtag, meg nem egy önálló családot él, hanem ő kénytelen mindenben az apósának engedelmeskedni. A történet úgy folytatódik, hogy Isten maga mondja Jákobnak, hogy te pedig most vegyed majd a sátorfádat, és menjél haza az ígéret földjére. Mert most már az apád, anyád, meg a bátyád nem lesznek ellenségesek. És hogy változott valami Jákobban ahhoz képest, amit otthon látott, azt abból lehet látni, hogy ő megosztja a feleségeivel ezt az információt. És mind a két asszony egyformán azt mondja, jól lehet, ők egymás között nagy feszültségben vannak a gyermekszülések és egyebek kapcsán, hogy igen, egyetértünk vele, menjünk. Jákob egyébként arra hivatkozik, hogy apátok már nem egyszer vert át engem, nem csak azzal, hogy fordított sorrendben adta nekem a lányait, hanem amikor megegyeztünk abban, hogy mi lesz az én bérem, akkor mindig megváltoztatta közben. Volt már neked is olyan főnököd, aki ígért valamit, és utána nem tartotta meg az ígéretét?
Mert az, hogy a választásokkor mindenféléket mondanak, és utána nem tartják meg, az már oké. De amikor te olyan kapcsolatban vagy, hogy valakinek kiszolgáltatott vagy egy ilyen miatt, az sokkal nehezebb lenyelni. Meg sokkal nehezebb, hogy évekig együtt munkálkodni. Úgyhogy én megértem, hogy Jákob szeretne ebből elmenni. És akkor az ember azt várná, hogy na, valami jó kis megértő, ünnepélyes alkalom, és akkor ez az enyém, ez a tiéd, te erre mész, én itt maradok. Nem. Kiderül, hogy Lábán nem változik. Ő ugyanolyan átverős, egy családból vannak. Ő ugyanúgy átveri a vejét, mint ahogy a testvére is a férjét. Úgyhogy itt is tulajdonképpen Jákobnak kell a sarkára állnia, és azt mondta, hogy oké, akkor mostantól kezdve azok, amik betyegettek, meg csíkosak, meg egyebek, akkor azok legyenek az enyémek. Megsúgom nektek, a mendeli szabályokat 4000 évvel ezelőtt felfedezte. Ez a genetikának egy szabálya, ez a festékes dolog az öröklődésben, ez úgy öröklődik, hogy tulajdonképpen ami petyegetett meg csíkos, az három rész ahhoz az egyhez képest, amelyik egyszínű. Tehát az összes később születő bárányból ő mindig a háromszorosát kapta, míg csak az egy részét az apja. Igen, szóval a varázslás, amit ott leírnak, hogy nem tudom én, lehúzta a fűzfa veszőkről, vagy akármit, az nem jelentett annyit, mint ez, hogy ő felfedezte, hogy a bárányok azok így szaporodnak, és ilyenek lesznek a tulajdonságai. Úgyhogy ilyen módon nagyon megnőttek az ő ázsiói, és amikor azt mondja a feleségeinek, meg mindenkinek, hogy indulás, azért abban okosan döntöttek, hogy amikor az apósa éppen a másik oldalon volt, és a saját bárányait nyírta, ő akkor indult útnak, és már majdnem beérnek az ígéret földjére, amikor utoléri őket. És itt egy óriási változás van megint, mert Lábán úgy megy utánuk, hogy én most el fogom őket kaszálni. És Isten beleszól Lábán életébe. Annak az embernek az életében, akinek soha nem volt Istennek korábban szava. Nem merj érkezett emelni Jákobra. Mert velem találod szemben. És akkor megérkezik, akkor ezt mondja, hogy bár volna lehetőségem, vagy volna tudásom arra, hogy most mindannyiatokat eltegyelek lábbalól, de ezt mondta az Istenetek. Ez egy nyitó, ez egy köszönés volt. Erre viszont Jákobból is előjön, hogy te is tudod, hogy 20 éve neked szolgálok, attól van valamit, hogy én szolgáltam neked, attól van ennyi bárányod, meg attól van minden a gazdagságod, ami volt, mert egyébként csak egy még mindig olyan földönfutó volnál, mint amikor én megérkeztem. Másrészt, soha nem kértem tőled egyetlen bárány sem, pedig volt úgy, hogy az állat ragadta el, vagy ellopta valaki, akkor én mindig elszámoltam a magaméból. És ugyanígy a lányaiddal kapcsolatban is hányszor átvertél. Az ember érzi, hogy azért itt most elhangzanak olyan igazságok, amik lehet, hogy éveken keresztül sosem hangzottak el. És ugyan kiabál mindenki, de mindenki tisztában van azzal, hogy itt most nem az a cél, hogy elsöpörjük a másikat, hanem hogy valami kiegyezésre jussunk. És akkor ott megállapodnak. Felállítanak egy követ, és azt mondják, hogy ha te jössz én hozzám, Háránba, és elmész emellett a kő mellett, vizsgáld meg a szívedet, hogy nincs abban gyilkos indulat. És hogyha én jövök, és megyek az ígéret földje felé, és látom ezt a követ, én is megvizsgálom a szívemet. És a nagy csoda ebben az, hogy Isten úgy választja őket ketté, Lábánt és Jákobot, hogy békességben válnak el. El tud búcsúzni az unokáitól, a gyerekeitől, el tudnak búcsúzni az apjuktól a lányok, az unokák, a nagyapjuktól, és mindenki megy a maga útján. És itt már egy óriási lépés van, mert egy olyan békétlen időszakot hagyhat maga mögött, bár még nem látja a maga előtt való utat, aminek egy megegyezés van a hátterében. Az igazi nagy változás az akkor jön létre, amikor a Jakob révénél Isten megint elküldi az ő angyalát és tusakodik Jákobban. És azt gondolom, hogy az első igazi hitbeli cselekedete ez volt. És Isten meg is jutalmazza őt azzal, hogy egy új nevet ad neki.
ezentúl nem Jákob vagy, ezentúl te Izrael vagy, mert küzdöttél Istennel és győztél. És én azt gondolom, hogy mindegyikünknek el kell jutnia egy ilyen Jakob révig, meg kell küzdenünk az Istennel. Mit akar ő velünk, mit akar az életünkkel, mit akar a családunkkal, a gyerekeinkkel, mi a mi jövőnk. És azt fel kell vállalni. Még előtte van egy út, sőt már hírül vitték a bátyának, hogy ő jön. És őneki is hírül vitték, hogy jön a bátyád 400 emberrel. És ott van a félelem benne, hogy de mi lesz? Az egyiket éppen magam mögött hagytam, aki veszélyeztetett, hogyha most a bátyám jön, és ő fog legaszabolni. De Isten megbátorítja őt, és ad neki bölcsességet. És nem megvesztegeti a bátyát, de ajándékot készít neki, mert tudja, hogy tartozik a bátyának. Mert ő hamis kártyákkal játszott, amikor a bátyát az áldásból kivakulbólította, és ő tartozik ezzel a bátyának. És ráerőlteti a bátyára azt a jelentős vagyonrészt, amit ő a bátyának elkészített. És valóban megváltoztatja az ajándék a szíveket. Jó lehet, Ézsau azt mondja, hogy van én nekem mindenem öcsém, de azért a végén mégiscsak elhagyja magához. És ezek után, hát Jákob azért nem Ézsaunak a közvetlen közelében telepszik le, hanem attól jó néhány kilométerre távol. És érdekes dolgok történnek. Még egy dolog volt, ami engem nagyon foglalkoztatott, hogy onnan indultunk ki, hogy Jákob meg akarja áldani a kedvenc gyerekét. Miért? Mert arra készül, hogy meg fog halni. És amikor Jákob visszatér, akkor az apja még él, de az anya már nem. Eltelt közben 20-valahány év. És milyen lehetett Jákobnak látni, hogy a gyereke megáldva az unokái és az óriási vagyonnal visszatérnek. Sőt, hogy a testvérek között is béke van. Mert Ézsau is és Jákob is kibékültek egymással. Azt olvassuk, hogy hosszú ideig békésen élt a két egyébként jelentős nép egymás mellett. Csak később Dávid idejében, illetve az utána következő időszakban lesz az, hogy Ézsau utódai fellázadnak a királyságban a király ellen, és akkor húznak egy határt, és egy sokkal kisebb területen, de továbbra is Moab földjén ott fognak élni Ézsau utódai. Gondolkodjunk el azon, hogy mire tanít bennünket Istennek ez az üzenete, milyen jó az, hogy bepillantást enged egy családnak a belső vitáiba, a saját gyengeségeinket visszatükrözi Isten igéje, és hogy nem nagyon változtak a dolgok, és majd az volna jó, hogyha a csoportos beszélgetésen ilyen kérdésekről beszélnénk, hogy mi a szülők és mi a gyermekek feladata, felelőssége az ilyen leválások kapcsán, amikor el kell hagyni a szülői házat. Hogyan tudjuk ezeket tiszta eszközökkel, istenfélelemmel elősegíteni? Aztán beszéljünk arról is, hogy milyen családi örökségeink vannak, amik veszélyes állapotokat, aknákat helyeztek el az életünkben. És mi a jó viszony titka a leválásokat követően? Imádkozzunk! Magasztalunk téged, Istenünk, hogy te leplezetlenül ismersz mindannyiunkat, ismered a családunk belső történéseit, rendjét, rendetlenségeit, azt a sokféle feszültséget, amit a magunk komissága fenntart, azt a sokfajta erkölcstelen gondolatot, amivel vétkezünk egymás ellen, a gyerekeink ellen, a szüleink ellen. Kérünk, hogy engedd ezeket leleplezni, és szeretnénk a te keresztednél otthagyni minden ilyet, a függőségeinket, azokat a hiába valóságokat, amik elválasztanak tőlem. Szeretnénk, hogyha úgy helyre tudnánk állítani az Isten tiszteletet az életünkben, ahogy itt olvassuk, hogy megépültek azok az emlékkövek, azok az oltárok, téged dicsőítenek, és hogy egyedül te vagy, akinek a munkája az, hogyha békesség lehet testvér és testvér között, szülő és gyerek között. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg ezzel, szenteld meg a mi beszélgetésünket, és add, hogy tudjunk térdre rogyni előtted, és megvallani mindazokat, amik elválasztanak te tőled.
Hallgass meg minket Jézusért. Amen.